sokáig jól éreztem magam egyedül is, majdnem 4 évig. Vagyis azt gondoltam, hogy nagyon jól érzem magam, de most már rájöttem, hogy még jobban is lehet érezni magam, mert végre megtaláltam a szerelmemet. Csak hogy ezt nem tudta eddig senki, mert egyáltalán nem tudtuk. Hát és ezen hogy... nem is fogunk haknizni, csak most így elárulom. Most egy másik rossz dolog történt velem előtte, mármint kiderült, hogy endometriózisom van, és meg kellett operálni, és hát azt nem kívánom senkinek. Az anyukám is olyan fiatalon halt meg, hogy kb. Már én sem élnék, hogyha annyi évesen haltam. Mennyi voltál, amikor ő meghalt? Én 17 voltam. És ő meg 39, és akkor most vagyok 39, szóval kb. Ja. Sosem úgy gondoltam, hogy én majd így a járókeretig eljutok, vagy ilyesmi. Például ezért nem tervezek gyereket, meg így. Én csak szeretném kiélvezni az életemet. A három igazság mai vendége Galambos Dorina, üdvözlünk, szeretettel. Szia Dorina, Tomi mondja a szabályokat. Három boríték, három témakör, és te döntheted el, hogy milyen sorrendben haladjunk majd ezekkel. 3x7 perc, kávé 7 percig válaszolhatsz rá, jó? Okay. És aztán jön a te igazságod. A végén. De az csak a végén. Jó, akkor először legyen a napocska színe, mert ma sok volt az eső, úgyhogy a sárgát választom. A sárga. Sárga, Laci. Az én vagyok. Na, azt mondja, hogy... Mi az igazság? Mivel töltötted azt a 2 hónapot Amerikában, amikor a válásod után odautaztál? Hát kérlek szépen, Amerikában van nekem jó pár ismerősöm. Először, amikor kimentünk oda, akkor az egyik festőművész barátom elvett feleségül ott egy koreográfus és énekesnőt, úgyhogy náluk is jártam például, illetve kint lakik az ex-zongoristám, a Mrs. Kalambóból, Sárközi Fanni, aki ezzel a fiúval egyébként, ezzel a festőművésszel összeházasodott, miután azok elváltak lent Key Westen. Ó, zajlik az élet. Igen, úgyhogy ők többet nem mennek Key Westre. Én viszont jobban maradtam Ellisonnal is, úgyhogy őt is meglátogattam, illetve Fannival szerveztünk ott koncertet magunknak. Meg hát regenerálódással, illetve lelki feltöltődéssel. Hány évig tartott a kapcsolatod, aminek Péli Barnával, aminek a vége az 2018-ban, igen, majdnem 15 évig voltunk együtt. Tehát te tulajdonképpen késő gyerekkorodtól kezdve igen. Vele éltél, és hát ez egy nagy változás lehetett az életedben. Igen, én 19 voltam, amikor a Megasztárba mentem, és ott lettem 20 éves az egyik adás során, és igen, mondhatni, hogy igen, gyerekkorom óta vele lógtam, igen, elég sokat, úgyhogy ez egy igazi, hát ez egy család, meg még a vállás sem változtatott azon, hogy jobban vagyunk a mai napig, és bármikor fölhívhatjuk egymást, hogyha valakinek valami szakmai kérdése van, mondjuk, és ezért gyakran beszélünk is pont a múltkora, Barnabás azért hívott föl, hogy add már meg a Somogyvári Dani számát, mert elvesztettem. És akkor közben mindig megbeszéljük, hogy kivel mi történt, és pont most is jártam Amerikában egyébként. Most egy másik rossz dolog történt velem előtte, mármint kiderült, hogy endometriózisom van, és meg kellett operálni, és februárban volt a műtét, és hát azt nem kívánom senkinek. De egyébként tök jó, hogy túléltem, és utána, amikor már letelt az 1 hónap, hogy combba kellett szurkodnom magam a vérhigítóval, meg minden, és már nagyon untam, hogy 1 hónap rehab, semmi bulika, meg ilyesmi, úgy döntöttünk az új párommal, hogy elmegyünk szépen Miami-ba, és megbulizzuk, és megnyaraljuk, és nagyon jó volt. Úgyhogy mindig nagyon jó érzés elmenni, akár oda Amerikába, de úgy utazni en bloc, ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogy mindenre gyógyír. Az endometriózisra mondják azt, hogy ugye ez egy nagyon rejtett súnyi betegség a nőknél, és akár
Ez lehet a kiváltó oka annak, hogy valaki nem tud teherbe esni például. Igen, sőt, szokták ezt mondani rá, hogy vagy aki nem akar mondjuk teherbe esni, hogy azoknak a nőknek a betegsége, de fogalmam sincs. Úgy érted, produkálják maguknak? Hát, hogy nem szűz gyereket, akkor szűjjésünt helyett mondjuk egy cisztát esetemben, ami egyébként szépen szét is robbant bennem, mert pont úgy kezdődött az év, hogy mentünk a Szilárddal, Szilárd Piano Projekt nevű zenekarommal egy ilyen tök jó Brüsszel, Díszt, Luxemburg és Zágráb turnéra év elején, és a zágrábi bulit azt úgy nyomtam le, hogy így mondták a többiek, mikor így kb. Behasaltam hátra a hátsó ülésre, hogy indulunk el játszani. Így mondták, hogy biztos Zágrába megyünk, nem a kórházba, mert így nyűszítettem, és így hát nem nagyon voltam toppon. De mondtam, hogy megcsináljuk a bulit, és úgy is lett, és végül is tök jól lenyomtam azt a koncertet. És ott mikor kattan át? Amikor föllépsz a színpadra, vagy már az a tudat, hogy ezt meg kell csinálni, már segít abban, ja, hogy mondjuk adott esetben egy betegséget, vagy egy fájdalmat le tudjál gyűrni arra a másfél-két órára? Egyébként már tudatosan azért készültem rá, hogy van az a buli, meg is akarom csinálni, de az adrenalin az nagyon sokat segít, szóval akkor tényleg kikapcsol az emberben minden más, hogyha a munkára koncentrálsz, és... Ez kajak egyébként, mert erre a betegségre mondják azt az orvosok, hogy az egyik legfájdalmasabb tüneteket produkáló. Igen, pedig azért voltak nekem már ilyen vesegőrcsök, meg ilyesmi, ami szintén nem egy leányálom, de... Ezt felülmúlja. Ja. Egyébként mennyire vagy a gyógyulás útján? Tehát milyen reményekkel kecsettek? Most már tök jó vagyok, megszereltek, és hát visszatértem a fogamzásgátlóra, mert egyébként én azt gyanítom, hogy szerintem az volt a gáz, hogy azzal leálltam, és akkor így kialakult bennem ez a jó indulatú ciszta. Már bocsánat, ez nagyon intim, de azért álltál le, mert... Azért, mert a pandémia alatt hiánycikk lett a fogamzásgátló. Ja, tehát nem azért, mert... Ami rohadt ciki szerintem. Gyermek, úgy gondoltad, hogy már nincs rá szükség, hanem egyszerűen csak nem volt. De egyébként azért is álltam le, mert igen, akkor éppen nem volt pasim se, meg minden, és akkor így úgy gondoltam, hogy jó van, akkor legalább tisztul a szervezetem. Hülye ötlet volt. Még visszatérve egy kicsit, bocsánat, a Laci kérdésére, meg a te válaszodra, hogy Amerikába első alkalommal is azért mentél meg, most legutóbb is, amit meséltél, hogy egy kicsit lelkileg rehabilitáld magad, akkor a válás után, most egy betegség után, de már az új szerelemmel. Hogyan rehabilitálod magad lelkileg? Szóval, hogy azt, hogy mit értesz ez alatt? Ja, én általában olyan vagyok egyébként, hogy nem vagyok hajlandó sokáig szomorkodni dolgokon, vagy így felhúzni magam, egyáltalán stresszelni is utálok. Én mindig a jó dolgokra koncentrálok, és talán ezért van az, hogy így gyorsan el is felejtem a rossz dolgokat, pedig jó, már történtek velem az életben rossz dolgok, de hogy így mindig a jóra koncentrálok, meg így az életnek az apró szépségeire. Szóval így ilyenekkel el vagyok, hogy eszünk egy jót, nem tudom. Jókat kajáltatok Miami-ba? Nagyon jókat kajáltunk. Fú, volt az egyik legperverzebb húzásunk, az volt, hogy ilyen gofrint állalt rántotta, és békön a tetején, és annyira édes volt ez a gofri. Az életed, az édes. Igen. Figyelj, egy ilyen igazi amerikai reggeli, amikor az édeset a sóssal össz... Óriás bűnözés, de milyen jó ez. De egyébként az a jó, hogy a párommal így mindent meg tudtunk felezni, mert akkora adagok vannak, hogy ketten jól lakjunk. Mit csinál egyébként? Mivel foglalkozik? Igen, ő az A38 hajón az egyik kedvenc helyemen dolgozik, és hát ez nagyon vicces, ahogy összejöttünk, mert pont a Szilárddal egy pianoprojekt live sessiont vettünk fel, és unatkoztam ott a forgatás előtt, még volt 10 perc, és mondom, elütöm az időt, megnézem, hogy itt mi zajlik egy ilyen kis stúdióba. Bementem, oda benéztem, és akkor később egy buliban mondta el, hogy annyira jó, hogy én oda bementem hozzá, mert hogy ő nagyon szívesen randizna velem, mert már rég tetszek neki, és így. Hangmérnök? Tök jó videotechnikus, aha, de most már színpadmester is. Kívülről ismeri a hajó összes zugát. Zegét, zugát, és te is ismered. Igen, és nagyon jó, igen.
így sikerült összetalálni. És szereti a gofrit rántottával. Mindent, és nagyon szeret sütni, meg főzni, és olyan jó együtt csinálni, és ezért bemerünk vállalni ilyen durvább recepteket is. Na, ami tényleg ilyen kétemberes, ami mondjuk sütiket megsütni, ami tényleg jobb, hogyha többen csinálnak, és a konyhában mindig szépen rendet rakunk magunk után, szóval hogy még a főzési folyamat közben is. Úgyhogy így csodálatos. Amikor kiveszten jártunk, akkor megkóstoltattam vele a key lime pie-t, mert én azt nagyon szeretem, azt a... Az egy nagyon finom sütike, igen. És azt lemodelleztük otthon. Azt ki is tettem Instagramra is, egyébként ja, megnézhetitek, ilyen tört keksz alja van, és ja. Akkor utána, hát mi igazából... Mascarponéval csináltuk, igen, de... Mert látom, hogy ültök, néztek, bólogatok, ti ilyet legközelebb olyat is kell hoznom. Mi ez? Hát soha nem hallottam róla. Annak nem írják ki soha a kalóriaértékét. Igen. Úgy kezdődik, hogy condensed milk van benne, ami űr is sűrítette, szóval így annyira kevesen gondolták volna rólad, szerintem a Megasztár elején és idején, hogy te jól főzöl. Közben meg vlog. Főzés ezerrel, és imádod élet. Azért, mert szeretem. Aki tényleg, aki szereti a jó kajákat, az rossz ember nem lehet megenni. Nagyon jó. Ez jó, tovább. De Laci is szereti, csak nem eszik. Menjünk tovább a következő kérdésre, mert mostantól... Azért mondom, hogy... Zöld vagy piros? Akkor most legyen a zöld. Zöld, az az enyém, és az én kérdésem az pedig így szól. Mi az igazság? Miért csak egy évvel ezelőtt lett nyilvános az Instagram és a Facebook oldalad? Hát azért, mert egy évvel ezelőtt voltam a Starban Star című műsorban, és akkor gondoltuk, hogy na, akkor legyen már egy felület, ahol tudnak reagálni a követők, mondjuk, hogy mi történik a műsorban, mondjuk onnan gyorsan kifáztam. Na jó, oké, az rendben van, hogy ez volt. Lehet, az hogy oka, jobb lett volna, ha Michael Jacksonnal kezdek be. Lehet. De én szerettem hogy akkor, azt jó, akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy akkor hogy addig miért nem? Tehát, hogy azért 2022-t írtunk egy évvel ezelőtt, most 2023-ban, te nem vagy öreg, miért nem használtad a nyilvánosság előtt ezeket a felületeket? Mert annyira nem érdekelt. Vagy meg mondjuk féltem, hogy lelopkodnak róla képeket a bulvárlapok, és mert ez megtörtént, és nem akartam, hogy hülyeségeket írkáljanak. De ez régmúltban volt ez a lelopkodás, és fájó sztori? Oké, de jelen pillanatban azért a te mesterséged az egyszerűen üvölt a folyamatos jelenlétért. Hát igen, mert, de azért nem bármi áron szeretnék. Értem, de ha nem bármi áron. De az online nyilvánosság nélkül a zenét sem tud eljutni ma már, mert ezt hagyjuk már, ezt a lemezt kiadunk, stb. Ennek vége valójában. Hát jó, inkább szájhagyomány útján. Hát, vagyis hát a az koncerteken. Már. De már ez a szájhagyomány, sajnos a hát social igen. Média. Nincs szájhagyomány Dorinak. Oké, vettem az adást, de a TikTok az tényleg az már a vízválasztó, szóval, hogy ahhoz már nem vagyok hajlandó arra. Nem vagy hajlandó TikTokot? Ehhez már boomer vagyok. Na ezt akartam kérdezni, igen, hogy vajon a boomerség, ami most egy nagyon divatos kifejezés, és én amúgy utálom, de mindegy. Szóval, hogy inkább mondjuk azt, hogy te régi módi vagy? Egyébként igen. Igen. Szóval, hogy engem ez aggaszt, hogy milyen irányba megy a világ. Tényleg, hogy a mai fiatalok borzasztóan kezdenek el viselkedni, vagy lehet, hogy azért, mert ömlesztik rájuk azt, amit néznek, és pont annyira vicces, most voltam 20 éves osztálytalálkozónkon a gimis osztályommal, és mondta az osztályfőnök is, hogy most tett be neki, vagy most tette be a kaput, hogy hogyan viselkednek a mostani fiatalok, és ő most hagyta abba a tanítást az utolsó két év folyamnál, mert hogy egyszerűen már csak a pénz, csak az számít, nem az, hogy amikor mi voltunk fiatalok, hogy valami nagy dolgot vigyünk véghez az életben. Te tudod, mit szerettél volna? Hát én énekesnő akartam a lenni. Kezdetek? Igen. De akkor még nem pattant ki kislányként a fejedből, hogy egy női együttesed lesz, ami nagyon menő egyébként. Ja, hát ő, hogy igen. Hogy a nagybőgőnél is nő de, van. De tudtam, hogy zenekarozni szeretnék, uh-huh. És azért is van sokféle zenekarom, hogy egy ilyen is, olyan is, hogy így ki tudjam élni magam. Mindenféle műfajban. Nem gondolod egyébként azt, hogy mindig, amikor a generációk leváltódnak, akkor az előző generáció elmondja a következőre, hogy
Na hát ezek a hosszú hajúak, hát ez borzalom. Vagy azt mondani, hogy nem bírom, hogy a gyerek egész nap a tévé előtt ül. Hát az én gyerekeim már egy percet nem töltöttek tévé előtt. Hát nem, de telefon előtt meg igen. Na igen, csak mindig van egy generáció szakadék, amivel. Én azzal nyugtatom magam egyébként a saját gyerekeimet illetően, hogy van az embereknek egy természetes önszabályzása. Tehát hiába hosszú haj, hiába tévé, hiába telefon, hiába social media, hiába TikTok, egyszer csak, amikor ez a flash, ez a hullám lemegy, akkor mindig beáll egy normális világra, és utána majd ők fogják elkezdeni szidni az akkori TikTokot. De ez az életrendje. Igen, valószínűleg ez így van. Én csak azon gondolkodom, hogy ez a típusú régi módiságod, akkor maradjunk ennél a kifejezésnél, már ami a karrierépítést illeti, vagy a jelenlét típusokat illeti, hogy annak vajon egyébként mi az ára a karrieredre nézve? Van-e? Érzed-e? Hogy lehetne több, lehetnél előrébb? Persze lehetne, igen. De én igazából elégedett vagyok, mert megfelelő emberekkel találkozom, a megfelelő emberekhez jut el a zeném, azok szeretik, akiket szeretek ott látni a koncerten. Oké, persze mindig lehet több embert bevonzani, most azért vagyok itt. De várjás, és ebből ezen, tehát... De hogy azzal nem értek egyet, hogy nekem a bulvárlapokba kell szerepelnem azért, hogy elhívjanak, és akkor majd eljöjjenek többen a koncertre, mert azok az emberek, még életemben nem láttam, hogy elmentek volna koncertre, akik a különböző ilyen színes magazinokat olvasgatják reggel kapálás közben. Hadd tegyem fel a profán kérdést. Enélkül a nyilvánosság nélkül, normálisan jól meg lehet élni a zenélésből? Meg lehet. Vannak jobb és rossz hónapok, de hogy csinálni kell, és állandóan persze ki kell találni új dolgokat, hogy merre menjünk. Most éppen például a magyar szövegeken agyalunk az Izzó zenekarommal, ami nagyon fura, hogy így kibukott végre egy magyar dal, mert ezért is szoktak... De ezt is szokták kérdezgetni, hogy mikor lesz már magyar szövegű dal, és akkor tessék, hamarosan, és már klipötlet is megvan hozzá. Nincs menedzseretek. Ha jól látom, akkor ti magatok ötleteltek, igen, ti organizáljátok az egészet. Voltam én nagy kiadónál is, meg minden, de nem úgy működtek a dolgok, ahogy így közben meg az is furcsa, hogy ugye éppen 20 éve volt ez a Megasztár, amiben feltűntél, 2003-ban, ugye, így aztán, és hát azért ott az kereskedelmi tévézés volt a javából, oké, még nagyjából az elején, de hogy azért ott volt minden bulvár, durberem, összejöttél a zsűrivel, meg minden. Ettől tehát kaptam már bocsánat, de hogy így ez kicsit sok is lett nekem, szóval, hogy azért is vigyázok már. Tehát ugye, hogy kivel állok szóba. Ugye zsűri taggal szerelembe estetek, tehát Béli Barnáról ja, volt nem, van nem, szó? Ja, ez egy csak egy ilyen hát kis, cukorka volt, igen, ott akkor feltörekvő bulvár. Úgy indult, igen, tehát akkor valójában te akkor szembesültél ezzel, és azt mondtad, hogy köszönöm, én ezt nem kérem. Szóval én nem vagyok az általános értelemben vett popsztár, aki... Ha most megnézitek az HBO-n a The Idol sorozatot, akkor így láthatjátok, hogy milyen az igazi popipar, vagy annyira jó sarkosan meg van mutatva, hogy az mennyire rettentően nézhet ki belülről. Szóval, hogy ezt köszönöm, nem. Én nekem fontosabb a nyugalom az, hogy nem úgy kelljek fel, hogy úristen, holnap majd mi lesz a izében. Tehát tulajdonképpen te egy színpadot szerető, színpadra termett, zárkózott ember vagy. Tulajdonképpen, ja. Igen. Csoda ellenmondás. Igen. Feszül meg azért itt. Mert egy picit ezen sokszor is marad, és kellene adni egy keveset. Mert ugye, milyen érdekes, ha hova tűnbe szerettünk volna hívni magunkhoz, és te magad kérted, legyen a három igazság. Ja, igen. Én a borítékokra vágyom. De mondtad, hogy sokat gondolkodtál ezen. Ja, igen, hogy inkább vagyok introvertált. Igen. Igen, de... De közben meg egy nagyon közvetlen és nyitott csaj vagyok, szóval... Nincs ellentmondás egyébként, aha, hogyha jobban belegondolunk, mert amikor viszont kimész a színpadra, az egy speciális állapot. Mm. Tehát az nem
nem a magánéletről beszélünk, nem arról beszélünk, hogy milyen színű a haja, stb., hanem akkor te azt gyakorlod, azt a hivatást, amire egész életedbe készültél. Igen. Tehát az neked egy természetes közeged. Pontosan. Míg nem a nyilvánosságnak az ezt körülvevő része, az nem természetes közeged, azt köszi, nem kéred. Ja, valahogy így. De mégis jól működött majd 17 évig Barnával. Tehát ott olyan jól bírtad, nem edzett meg az a majdnem másfél évtized? Ja, de csak foglalkozott. Továbbra se szeretem ezt. Ja? Érted, ezt én így eldöntöttem, hogy ez nekem nem jó, nem tetszik. Amit Laci mondott, tényleg nagy metamorfózis a színpad, mint Hulk olyan. Hogy csak nem nagy lesz és zöld, hanem teljesen átalakul. Azért elnézést, ezt még jó, hogy egy hölgy mondta. Igen, hogy ezt mi mondjuk. A Galambos Dorina egyelő Hulk. Marad a piros boríték. Szuperhős, ez vagyok én. Na. De ezt egyébként csak nők tudják egymást, hát te Hulk vagy. És nem tudod eldönteni, hát hogy igazából szeretetből mondta, vagy szeretetből, esküszöm, ez nálam volt. Kivetköző, hát ő a legmenőbb szuperhős számomra. Szívem szerint azt nem értem, mi az igazság. Hulk a legmenőbb szuperhős. Neke imádom. Na hát, én inkább Batman-t mondtam. Batman? Miért? Nem tudom, nekem ő a legmenőbb. Elbújik egy kicsit mag elé. Lehet, hogy úgy, mint én. Aha, tényleg, de jó. Mi az igazság? Még mindig jól érzed magad egyedül, Dorina? Már nem is vagyok egyedül. Hát ez az. Aztán még jobban érzem itt magam. Egyébként sokáig jól éreztem magam egyedül is, majdnem 4 évig. Vagyis azt gondoltam, hogy nagyon jól érzem magam, de most már rájöttem, hogy még jobban is lehet érezni magam, mert végre megtaláltam a szerelmemet. Csak hogy ezt nem tudta eddig senki. Ennyire szépen hát rejtőzködsz, mint Batman, mert egyáltalán nem tudtuk. És ezzel nem is fogunk haknizni, csak most így elárulom. Azt köszönjük, hogy elmondtad, csak ugye azért is lett ez a Vanda kérdése, vagy azért akart ezt föltenni, mert egyrészt még akkor nem tudtuk, most itt hirtelen megtudtuk, de közben meg azt is olvastuk, hogy valóban te mondtad, hogy jól esett egy ideig egyedül lenni. Igen. Abban mi esett jól? Nekem azért is, ja, mert hogy én pont amiatt, hogy olyan fiatalon jöttem össze Barnával, és előtte én nem hőzöngtem ki magam, szóval, és akkor ezek a életszakaszok, ezek... ami mindenki életében egyszer csak eljön, akkor jött el. És akkor bepótoltad a hőzöngést, ahogy igen. mondod? De az mit jelent? Jó, mondjuk azért nem hőzöngtem olyan sokat. De hogy így... Szabadság. Szabadság, igen. Belevetettem magam a bulizásba, meg így ismerkedtem. De hazamenni, akkor is hazamenjünk a bulizásból. Tehát 4 hosszú évig egy fiatal, csinos, szép lány, ráadásul iszonyú tehetséges, árad belőle a zene, és este hazamész a nagy buli után, de ott vagy tök egyedül. És mégis élveztem. És zenét hallgatok. És azt hallgatom, amit én akarok. És nem állok le, és igen, igen. És azt hallgatom, amit akarok. És az a legviccesebb, hogy mindig mást, amikor mondjuk rockot játszom, akkor utána biztos elektrót hallgatok, vagy valami chilleset, és fordítva a jazzeset, akkor meg valami metált, vagy valami. Szóval így elszórakoztatom magam. És a pároddal együtt éltek már? Ő is hallgatja ezt, ahogy... Hát tulajdonképpen együtt, de így vagy nála, vagy nálam. Vagyunk mindig attól függően, hogy másnap mi a terv, hova jó, kell menni. Hogy fog kinézni ez a beszélgetés, Dorina? 10 év múlva. Úristen! Ezt mi, úgy utálom, amikor ilyeneket kérdeznek, hogy 10 év múlva. Igen, de... Ki tudja azt? Nem akarok olyat kérdezni, amit utálsz, akkor ezt máskor fogom megfogalmazni. Jaj, de nem akartalak megbántani. De hogy bántottál meg? Lehet. Hát én meg nem akarok olyat mondani, csak én amit nem utálsz. Szeretek ennyire előre tekinteni. Nem tervezel? Nem. Nem. Pontosan azért, biztos azért, mert ahogy az anyukám is olyan fiatalon halt meg, hogy kb. Már én sem élnék, hogyha annyi évesen haltam. Mennyi voltál, amikor ő meghalt? Én 17 voltam. És ő meg 39, és akkor most vagyok 39, szóval kb. Ja. Sosem úgy gondoltam, hogy én majd így a járókeretig eljutok, vagy ilyesmi, szóval... Azért, mert az édesanyád? Nem, hanem ez csak egy sima rák. Nem úgy értem, ami hanem... Ami bármikor előfordulhat, de hogy nem tudom, valószínűleg ezért én úgy gondolom, hogy... Például ezért nem tervezek gyereket, meg így. Én csak szeretném kielvezni az életemet.
Szeretnék mindig jó fej emberekkel lógni, jó helyeken lenni, jókat enni. Márjál, te azért nem tervezel gyereked, mert már előre félted a gyerekedet, hogy elveszít téged? Hát kb. Mondjuk, igen, mi értelme lenne? Ez olyan fura. A húgom például tökre oda van azért, hogy gyereke lehessen. Én meg így nem érzem ezt. És valószínűleg már nem is fogom. Mennyire de ütött, ez... meg, mennyire ütött meg téged az anyukád halála? 17 évesen. Hát akkor eléggé megütött. Vagyis először az volt, hogy így össze kell szedni magad, meg tudod tartani a családban a lelket, és közben leérettségizni kitűnőre, és akkor így, ja, érettségi előtt jött ki egy ilyen óriás sírásban, hogy úristen, tényleg elment. De aztán így, nem tudom, leadta szerencsére, ami az élethez kell, az óriás megfejtéseket, szóval én nagyon hálás vagyok anyunak, hogy így szerintem tök jó fölnevet. Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy leadta az óriás megfejtéseket? Hát, mi az, ami a mai napig? Ez az életigenlés, hogy csináld azt, amit szeretnél. Carpe diem. Carpe diem, igen. Uh-huh. Utass sokat. Legyél nyitott. Igen. Hordozod az emlékét a mai napig magadba? Hát igen. De egyébként nem szoktam róla sokszor beszélni, csak ez most így előjött. De hogy, most a szóba. Igen, de hát azért, mert keressük igen. mindig a válaszokat a kérdésekre, hogy vajon mi miért. Igen. Én erre jutottam. Ami megütötte a fülem, hogy ó, jaj, te gondoskodtál a családról. De hát... Hát csak úgy, tudod, így mindig hátba veregettek a tanárok, hogy hogy fogjad össze a családot, meg minden. De az mit jelentett? Ami egyébként nem sikerült, de... mert utána fogtam magam, és bementem a megosztárházba, és így jó, csáó. De akkor nem láttak egy ideig, jó? A testvéred az mennyi idős? Ő csak másfél évvel fiatalabb nálam. Uh-huh. De ő például tök rosszul érte meg. Az mit jelent? Hát ő sokkal tovább szenvedette miatt, vagy nem is értem, hogy olyan kicsi a korkülönbség köztünk, de mégis hát azért szerintem az ember 17, más fázisban van, igen. Az egy más tini korszakban, igen. Szóval most már tudom. És akkor így hárman maradtatok, az apukád meg ő? Meg a húgom, igen. De szerencsére mindenki jól van, és ennek nagyon örülök. Édesapád esetleg új családra apukámnak. Talán... Igen, már nagyon régóta van élettársa, és nagyon élvezik a nyugdíjas éveket. Állandóan cserkeszülnőn verneszkednek. Néha én is beszállok. Úgyhogy jól vannak. És mindenki jól van, és az a jó, hogy én is jól vagyok, és kiegyensúlyozott igen, és boldog egyébként, az egyébként életem. Tudod, mi a csuda, hogy itt beszélgetünk, mit tudom, egy fél órája, és valójában egy jókedélyű, boldog, kiegyensúlyozott, vidám ifjú hölgyet látok, akinek nem minden volt szerintem egyszerű idáig, tehát ezt így azért nem állítanám érzésre, de köszi, te jól vagy, mert ahogy elkezdtél beszélgetni a gofriról és a rántottáról, ömlött a nyál a számból rögtön, tehát abban a pillanatban, tehát könnyes lett a szemem az ötlettől. Hát az nekem is mindig te igazságodat, az lesz, ha ránézek arra a jól képre. Azt mondja. Ja. Én a mai napra koncentráltam az igazságommal. Na jó, az akár nem is az, de már jó, de igen. Medárd napja alkalmából az én igazságom. Örökké nem eshet az Holló című filmből. De amúgy igazad van. Jaj, de jó. Ó, de köszönöm, nem is gondoltam végig. Jaj, most esetleg, ja, csak hogy hát Medárd napján most, van a felvételünk, igen. Csak magyarázzuk el, mert ugye később fogják és látni. És állítólag 40 napig esni fog. 40 napig esni fog. Nem fog, mert a Holló című filmet meg kell nézni. Jó. És a nagy igazságokat tegyük el. És tök igaz az életedre is. És tudjátok, tök jó, hogy egy galamb
Os, a hollóról mesél, hát madarat lehet fogunk fogadni. Hát, ha még elárulom, hogy galambfóbiám is van. Ne! Azt megjelentem. Mi a legrosszabb, a döglött galamb. Én attól annyira undorodom, én a világon a legjobban a döglött galambtól undorodom. Nem tudom, hogy miért. Csak úgy eszembe, hogyha már itt tartunk. De nem, sok az élő galambnál rosszabb a döglött galamb. Hát én azért azt azért meg kellett volna nézni, hogy a Szent Márk téren, hogy közlekedtem a falhoz tapadva, amikor olyan nagyon sok csoport galamb próbált betámadni. Galambfóbiával miért kell a Szent Márk téren? Hát azt nem tudom. Igen. Erre viszont rejtőt tudom idézni, búcsúzó. Akkor és ott jó ötletnek. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél beszélgetni. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.